Szevasztok! A mai videóban egy kis nádvágást láthattok megint. Ugye gyakorlom ezt azért, ezt a mulcskésezést, úgyhogy következő jelenetben ezt láthatjátok. A mulcskés az a hétvégén meg lett élezve. Hát meglátjuk, hogy mennyire lett éles a mulcskés. Meglátjuk, hogy mennyire jobban fogja vinni a nálat, úgyhogy jó szórakozást kívánok. Nos, akkor gyerekek, nézzük meg, hogy mit tud ez a házilag megélezett mulcskés. Most éleztem először mulcskés. Meglátjuk, hogyan merre. Mindjárt láthatjátok. Akkor a cuccot. Yeah.
megint ezt a, az előttem lévő bozótot kezdem meg majd innen. Na majd akkor mindjárt. Elviszem ide ez alá, és akkor
srácok, mi volt látható, de hát nem tudom, még ezt itt megkezdem, de ott már gödör van a túloldalon, oda már nem tudok menni.
Szóval nem tudom, mi látszódott, de egy élezés után faszom ez a kibaszott por. Szóval egy élezés után én azt vettem észre, hogy jobb. Most az, hogy ki mennyire tud vele haladni, az egy dolog. Én így tudok, úgyhogy hát mit is mondhatnék. A gépet nem járatjuk full gázon, nem szabad, mert fölöslegesen pörgetni a motort az csak gyilkolás. Úgyhogy hát remélem minden látszott. Megélezett késsel, 545 RX. Úgyhogy hát most nem tudom megmutatni, de vagyis hát próbálom, hogy mennyire van megélezve. Mondjuk most már azóta lehet, hogy ment ki az éle. De mindegy, megpróbálom megmutatni nektek, hogy hogy a hogy hát na, most ugye ilyen görbületek voltak a késbe, most se a legjobb, de azért jobb, mint volt. Ott van egy pici görbület, azt még ki kell köszörülnöm, de én azt mondom, hogy ebben megyek az árnyékba, nem látok semmit. Szóval ugye itt levágtam ezt a részét, meg itt láthatjátok, hogy jó nagy területet még. Hopp, ott egy kenyér, az kibaszta a kés, úgyhogy nem tudom, ki a faszom dobál ide kenyereket. Hát ugye teljesen nem kaszálom le, csak telek határig, és kész. Igazából úgyhogy na gyerekek, ez lehet, hogy egy elbaszott videó lett, de ezt tudtam nektek mutatni, 545 RX, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon faszán csinálja itt a dolgokat, úgyhogy hát gyerekek, ha tetszett ez a kis szösszenetem, bemutatom, hogy éppen én ma mit csinálok, akkor mindenképpen dobj le egy lájkot, légy szíves, és várlak a csatornámra, iratkozzatok fel. Szevasztok!